5 négyzetméterre nem lehet megváltani a világot. Igazából a kertészkedés és a közösségi életről szól a dolog. Egyelőre csak próbálkozunk, mert nem tudjuk, hogy milyen időjárás várható. Sárgarépa, hónapos retek, májusi saláta. Megpróbálkozunk is mángoldal, de valószínűleg hideg lesz már hozzá. És hát egy-két paradicsom palánta. Hogy működik ez, hogy lehet itt egy kis éjjel? A 70-es években New Yorkban indult el egy olyan kertmozgalom, amit már a közösségi kertmozgalomnak szoktunk nevezni. Ezekkel a kertekkel szocializálták, valamilyen módon biztonságosabbá tették a környezetet. A Kopány vezérnek az ifjait próbáljuk meg itt nevelni arra, hogy gondozzák a növényeket. Ha eljön a szezonja mindennek, akkor logikusan friss és ropogós zöldséget fogunk enni, és nem azt a kevésbé jó minőséget, mint a boltokban. Kukorica, bab, napraforgó borsó, paprika, paradicsom. Ez valószínűleg ilyen egyfőzésre alkalmas, gyerekek megtanulják, odafigyeljenek, megértsék, hogy mit miért kell csinálni. És utána, hogyha akarják, akkor majd csinálhatják nagyobban. Osztunk magokat és azokat, hogy belefogjuk a pontokat. De az én ötletem volt az egész. Megpróbálunk minél biópak lenni, megpróbálunk szakemberek segítségével minél természetközeli megoldásokat választani. Például nem lesz műtrágya, nem lesznek kémiai anyagok a kertben. Ennek a kertnek a megtervezésénél az elsődleges szempont, hogy ezen a kis megadott területen minél több parcellát ki lehessen alakítani, és mindezek mellett közösségi összejövetelekre alkalmas terek is létrejöjjenek. Most már állatokat is tenyésztünk, küzdünk ezerrel a levéltetővel. Biomódszerekkel, a kolléganő küzd erőteljesen, meg körömvirágot mert ültetni a paradicsom közé. Igen, nem volt jó ötlet, de most... A hangyákkal küzdünk még irtózatosat, tehát az majd félelmetes, de hát az a konkrétan biológiailag semmit nem tudunk kezdeni. És a csigák is Igen, a csigák is jönnek, úgyhogy teljesen jó, de egyébként látszik, hogy szépen növekednek a növények, most már a retek is lassan beérik. Lehet látni, hogy borsót, zellert, ott középen az a két nagyobb, az padlizsán, hát és ott legelő most kezd kibújni még csak a salátán. Mennyi idő egy nap? Szerintem egy 10-15 perc maximum. Általában fél óra vagy óra is lesz belőle, de csak azért, mert a többiekkel jobban elbeszélni. Akik itt laknak a környéken, azok kapásból már arra időzítik magukat, hogy akkor jönnek le, amikor az első megérkezik, és hogy kb. Egy 10 perceset tudunk egyedül lenni a kertben, hogy innen lejön valaki, beszélgetünk egy kicsit. Lesz belőle más felé. Igen. Mivel panellakók vagyunk, nekünk ez itt egy ilyen kis felüldő sziget. Azt szed ki. Ennek a kezdeményezésnek itt Magyarországon, Budapesten és Kispesten is volt létjogosultsága. Együtt tudunk örülni neki, és együtt tudjuk használni. Ez egy mintakert. Olyan kert, amiből sok kellene még ebbe a városba. Kellenek közösségi kertek, kellenek közösségek, és kellenek kert. Balkonládában is el lehet kezdeni, nem kell ahhoz egy ekkora felhajtás. Tő paradicsomot meg lehet kockáztatni, a piacról venni, sokat kell öntözni és ipari mennyiséget terem. Túl van pörgetve a világ, mindenki túl van feszítve, kellenek az ilyen szigetszerű pihenők, lenyugodó helyek, és ez a kert egy ilyen történet lesz.